A CESID becslései szerint a szocialisták vezette koalíció 44, a Szerbiai Demokrata Párt 20, az LDP vezette Fordulat szintén 20, a Szerbiai Egyesült Régiók pedig 16 mandátumhoz jutott. A szerb radikális párt nem lépte át a parlamenti küszöböt. A Vajdasági Magyar Szövetségnek a CESID szerint 5, a mindannyian együtt kisebbségi koalíció, amelynek tagja két magyar párt is, a VMDK és az MPS egy parlamenti helyhez jutott.